Arról fogunk ma beszélni, hogy hogyan is készüljünk fel a PRP kezelésre, vagyis a vérlemezkében gazdag vérplazma kezelése. Dr. Stogica Ágnes vagyok, a PSI Fájdalomklinika egyik vezető orvosa. Hát ahhoz, hogy jó minőségű legyen a PRP-nk, tehát a platelet-rich plazma, vagyis a vérlemezkében gazdag vérplazma, 5 fő lépésre kell figyelni. Néhány a beteg szakterülete, néhány pedig az orvos szakterülete lesz. A beteg tudja azzal befolyásolni, hogy mit eszik, mennyit tornázik, milyen gyógyszereket szed, egyébként milyen egészségügyi állapotban van, és az orvoson múlik az, hogy milyen körülmények között vesszük le a vérplazmát, hogyan figyeljük meg, milyen szereléket használunk, és hogyan centrifugázzuk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vérünk legyen. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ha a beteg elkerüli a káros hatásokat, az orvos pedig jó vérplazma kitet, vagy szereléket választott, és jól keveri ki a PRP-t, akkor magas minőségű, magas terápiás értékű PRP-hez jutunk. Na hát, hogy mit tehet a beteg? Az első és legfontosabb az, hogy mit eszik. Nagyon fontos, hogy a vérvételt megelőző 12 órában, akár 24 órában egészségesen étkezzen. Sok zöldség, sok gyümölcs, saláták, halak, szárnyasok, és sok folyadékot fogyasszon. És nem csak az a fontos, hogy mit eszik, de az is, hogy mit nem eszik, és mit nem iszik, és nem csinál. Nem iszik alkoholt, ez egy fölösleges stressz a szervezetnek. Nem eszik zsíros ételeket, például a jó rántott csirke, akármilyen finom, és nagyon megemeli a vérnek a zsírszintjét. A csokik, a burgerek, ezek kifejezetten károsak. Látszik is egyébként a PRP-n, amikor lecentrifugázzuk a vért, hogy egészen zavaros, zsíros tud lenni a vérplazma. A dohányzás szintén elkerülendő. Ezen itt látható, itt ezen a képen, a baloldali, amelyiken szép átlátszó a vérplazma, és aki a rántott csirkét jól megette előtte levő nap, meg reggel, annak így néz ki, ilyen zavaros a vérplazmája. Arról is fontos beszélni, hogy mi legyen a mozgása. Sportolni alapvetően kötelező, ugye azt tudjuk. Fontos, hogy a beteg a rutin sportját, amit rendszeresen csinál, azt ne szakítsa meg, az mehet szépen tovább. De a beavatkozás előtti 3-4 órában már azt sem kell csinálni. A beavatkozás előtti 12-24 órában pedig olyan sportot nem kell csinálni, amihez nincs hozzászokva a beteg. Tehát egy nagyobb távolság, nagy futás, mondjuk egy maraton már nem kell futni, az megemelné a gyulladásos faktorok szintjét a vérben. Erre nincs szükség a PRP kezelés előtt. Tehát még egyszer, az a sport, amit az ember rendszeresen végez, az ne szakadjon meg, az mehet tovább nyugodtan. Beszélni kell a gyógyszerekről is, ugyanis több közülük befolyásolja a vérlemezkéknek az állapotát. Beszélni kell a véralvadásgátlókról, bizonyos fájdalomcsillapítókról és a porcépítő gyógyszerekről is, amit nagyon sokan szednek. Ami nem befolyásolja a vérplazma minőségét és a vérlemezkék minőségét, az bizonyos véralvadásgátló. Ilyen például a marfarin, vagy varfarin, vagy szinkumár. Ezek annyiból gondot okozhatnak, hogy fokozzák a vérzékenységet, de a vérlemezkét magát nem rontják el. Az acetilszalicilsav, vagyis aspirin, vagy bibiaspirin szintén nem probléma, nyugodtan lehet szedni, nem zavarja a vérlemezkéket. Lehet szedni a glükozaminoglikánokat és az egyéb porcépítőket, és a non-szteroid gyulladásgátlók közül a COX-2 gátlók, ami egy specifikus alcsoport, szintén nem probléma. Ez ügyben megint a kezelőorvosa tud segíteni, hogy melyiket lehet, melyiket nem lehet. De mindenképpen meg kell említeni, hogyha ilyeneket szed. És vannak azok a gyógyszerek, amik viszont kifejezetten rontják a vérlemezke minőségét. Ilyenek a non-szteroidok közül, például az ibuprofen, a naproxen, a diklofenák. Ezek egyszerűen károsítják a vérlemezkék összecsapzódását, egyébként, és ettől a funkciójuk elromlik. Nagy adagban a paracetamol is egyébként árt a vérlemezke aktivációjának. Az altatószerekről pedig megint csak meg kell emlékezni, tehát bizonyos altatószerek rontják a vérlemezkéket, tehát úgy kell időzíteni az altatást és a vér levételét, hogy ne zavarják egymást. De ez megint olyan, amit a kezelőorvosa tud. Na, az egyéb betegségek azért nagyon fontosak, mert egyrészt a vérlemezke állapota romlik, tehát különböző gyulladásos állapotokban,
vírusos vagy bakteriális fertőződésekben, megemelkedik a plazmának a fibrinogén szintje és egyéb gyulladásos fehérjék szintje, és ez befolyásolhatja a PRP kezelés sikerét. Autoimmun betegségekről is kell beszélni, mert egyszerűen más minőségű lesz a PRP. Valamint nagyon fontos, hogy egyébként a beteg már a beavatkozás biztonsága érdekében ne legyen semmilyen komolyan fertőzéses állapotban. Gond lehet még a köszvény, mert ott magas a húgysavszint, illetve eleve az elhízott betegnek nem lesz olyan minőségű PRP-je, mint egy vékonyabb sportos betegnek. De az, hogy hogyan veszük le a vért, ez megint a kezelőorvosnak a territóriuma, de ez is befolyásolja a kezelés sikerességét. Nyugodt körülmények között kell levenni, nem szabad sokáig leszorítani a vénát, mert attól károsodnak a vérlemezkék, és természetesen steril körülmények között dolgozunk mindig. És amikor meglátjuk a plazmát már a centrifugázás után, akkor szintén még egy lépés, hogy megfigyeljük, hogy néz ki ez a plazma. Homályos, tejszerű, az nagyon zsíros, az a rántott hús után van, amit említettem, vagy zöld színű, vagy bizonyos hormonoktól, vagy pirosas, mert a vérsejtek szétestek benne. Tehát ezt újra meg kell vizsgálni, hogy ilyenkor, hogy hiszen jól néze ki ez a plazma, amit be akarunk adni. Szóval összefoglalóan, figyelni kell arra, hogy mit eszünk, hogy mennyi a testmozgás, milyen gyógyszereket szedünk, és milyen általános állapotban vagyunk. Ha ezeknek a harmóniáját elérjük, akkor egy nagyon jó minőségű, magas terápiás értékű PRP-hez juthatunk. Természetesen a tudományos munkának soha sincsen vége, folyamatosan zajlanak a vizsgálatok ahhoz, hogy további részleteket dolgozzunk ki, és tudjuk, hogy mitől lesz még jobb a jó, és mi az ismérve a rossz PRP-nek. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt a rövid előadást, és köszönjük, hogy ennek szellemében úgy fog készülni a PRP kezelésre, hogy önnek is és nekünk is sikeres legyen a beavatkozás.